most nézzünk meg néhány magyar szempontból biztató mozzanatot a Magyarország Német Demokratikus Köztársaság világbajnoki selejtező mérkőzésről. Az első negyed órában a magyar csapat jól játszik és sokat támad. Kotászi a labda, előre teszi Alberté, Albert balla lő, gól! Remek támadás, nagyszerű gól! A németek is vezetnek azonban néhány veszélyes ellentámadást. Középük gördül most előre ez a jól futó német támadás, lövés a magyar kapura, most is kiüti, Bialasz lő, és éppen csak, hogy elcsúszik a labda a bal kapufa mellett. Ebből bizony akár gól is lehetett volna. A magyar ellentámadás a jobb szárnyon gördül végig, Csándori a labda, elhúz vele, begyúlik középre, de nincsen senki, aki a kínálkozó gólhelyzetet értékesítette volna. A második félidő első 20 percében jól játszik a magyar csapat, és különösen Albert van elemében. Göröcsi a labdája, lövés, gól! Vezetünk, és továbbra is a magyar csapat maradt támadásban. Ott van Albertnél a labda, lövés kapura, de a golvonalon álló Hirschmann ment. Fenyvesi rárohan a labdára, két német védőjátékos között szerzi meg, aztán a 16-os oldalvonala mentén húz el vele Benyvel középre. Spikenhagen röviden üti ki a labdát, újra Alberté, újabb lövés, de hiába ezúttal sincs szerencsénk, s így a végeredmény 2-0 Magyarország csapata javára.